Szervuszok! Anna kérdezte, hogy már nem a konkrét betegség a lényeg a történetben, csupán magának a fájdalomnak az újra és újra generálása. Mindegy is, hogy daganat, vagy vesekő, vagy lyukas fog, vagy bármi, csak fájjon. És ahogy az egyik elmúlik, gyógyul, jön be a másik fájdalom. Tehát a test egyfajta szünetmentes fájdalom állapotban van. Megköszönöm, ha erről tudna egy pár szót mondani. Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen. Ezt a kérdést majd beteszem a videó jellemzésbe. Én nagyon-nagyon otthon vagyok ebben, mivel nekem is több ezer ilyen volt. És minél idősebb a lélek, annál több ilyen van. Ennek ugye megvan a maga oka, hogy betettük magunknak ezeket, hogy ezen keresztül rájöjjünk arra, hogy a spirituális oka ezeknek a dolgoknak, amikor felfedezzük és megoldjuk és integráljuk magunkban, abban van egy törzsfejlődés, abban van egy gyógyulás. Azt szeretném megosztani még így, hogy most már tényleg nagyon sokszor látom, és tudod, minél többet lát az ember, és minél többet így ismeri a trükköket, annál inkább bölcsebbé válik. Ez igaz mindnyájunkra, és akkor ki miben van otthon. De én azt vettem észre, hogy ez a típusú információ, amit én osztok meg, vagy tanítok, ezt nem ismerik az emberek. És ezt nem azért mondom, mert én marha jó fej vagyok, csak azért mondom, mert ez egy hiány. Ez hiányzik, ez egy hiányos réteg, és ez egy nagyon fontos réteg. Itt van a másik ok, hogy ezt miért mondom? Azért mondom, mert amikor mi nem oldjuk meg az igazi gyökér okokat, akkor az ego mindig ad nekünk egy átmeneti időszakos nyugalmat, békét, fájdalommentességet. És utána megjön a másik fájdalom, mert csak ugrál, mivel a gyökér okokat, igazán a traumákat és a több tízezer dolgot nem semlegesítettük. Tehát, mikor az embernek valami fáj, fizikai fájdalom, az mindig egy érzelmi fájdalomnak a manifestációja. A daganat az egy megoldatlan traumának általában érzelmi, fizikai vagy szexuális bántásnak az eredménye. Azt meg kell oldani, ha azt megoldjuk, akkor a daganat elmúlik, és akkor tudod, az meggyógyul, jobban vagyunk, és folytathatjuk az életet. A vesekő általában arról szól, hogy valami a párkapcsolatunkban nem gördülékeny. A párkapcsolatok nem egyszerűek, mert ott rengeteg mindenről kell tudni, hogyan kell magunkat meggyógyítani, a másikat meggyógyítani, tehát a vesekő el van valami kövesedve, tehát ott nem folyik valami frappánsan. A lyukas fognak is megvan a maga a spirituális oka. Minden fogunk valamilyen típusú érzelmi összefüggést jelképez. Amikor valami fáj, ez azt jelenti, hogy belül örjöngünk. Belül nagyon dühösek vagyunk. Emlékeztek, mikor mondtam abban a videóban, mikor az elme rétegeződése volt, hogy próbáljuk teljesen ebben a felső sorban elképzelni magunkat, hogy a szorgalmas ember, meg a megbízható, ez meg az, alul, ami nagyon sokkal alább, mint amit az átlag ember úgy lát, őrjöngünk, tombolunk. A tombolás az nem csak a megoldatlan traumáink miatt van, hanem azért, mert ott vannak az ősi bűntudatok. Az ősi bűntudat azt az ego menedzseli, és nagyon-nagyon trükkösen bújtatja, és ellenünk használja.
Mondok még valamit, ami valószínű, hogy segíteni fog. Vannak negatív érszámek. Ezt tudod, rámész a Google-ra, akkor találsz. Én ezt angolul tanítom, tehát magyarul néha, nem egyre jobban jövök bele, tehát ez ennek örülök, de ugye a legfelső, ami a legegyszerűbb észrevenni, az a harag, az a dű. Alatta van meg a szomorúság, vagy a bánat. Alatta van a félelem, alatta van a bántás, a bántalmazásnak az érzése, alatta, meg leges-leges legalul, ott van a bűntudat. És természetesen több száz van, tehát ez csak egy ilyen kategória kiemelés volt. És ennek az a lényege, hogy a legalul van a bűntudat. Tehát az annyira precízen, okosan, ügyesen el van bújtatva, az ego ezt menedzseli, hogy tényleg metodikusan ezt, meg mentorokkal tudod csak megoldani. Én tudok ebbe segíteni, azért mondom, hogy nekem, én átmentem a millió rétegén az elmének, és tudom pontosan, hogy mi a kérdés, tényleg hosszantó, idegesítő, dühítő, de ugyanakkor felszabadító, mikor tudjuk, hogy mit kell csinálni. A fájdalom, ahogy említettem, az mindig egy düh. Düh, olyan örjöngés, ezt azt hiszem ez egy jobb szó, olyan örjöngés, belső örjöngés, ami nem csak ebből az életből jön, hanem az ősi történetekből, az asztrálsíkról, stb. Örjöngünk magunk ellen, örjöngünk a női pólus ellen, örjöngünk a férfi pólus ellen, és örjöngünk az Isten ellen. Most ezt az ego, ezt olyan szinten le akarja törölni a tudatból. Mi? Ne beszéljünk erről, ne beszéljünk erről. De ez a baj. Az Isten ellen örjöngünk. És amikor így a test fáj, ami nekem működött, és ahogy én dolgozom kliensekkel, az mindig az, hogy fókuszáljunk arra, vagy nézzük át azt, ami most éppen megjelent, ami adja magát. Ha fáj a fogunk, akkor nézzük át azt. Az egy ősi trauma, egy tipikusan egy családi konfliktus, és akkor fogfájásként jön ki. Nagyon sok ilyen ősi trauma jön ki hátfájáson, fejfájáson, migrénen keresztül is. Tehát ami fáj, ott harag van. Komoly, feldolgozatlan, ilyen kacifántos harag. De ezek nem ilyen lépésről lépésre való dolgok. Tehát ezek mindig van egy kicsi ez, egy kis szövődmény, egy kis ez, egy kis az. És amikor azt ismerjük, akkor ezt el lehet engedni. Valószínű, hogy fogok még egy videót csinálni nekem. Ezek angolul megvannak. Csak azért vagyok csömbbe, meg gondolkodom, hogy ezeket a képeket, vagy ilyen PowerPoint dolgokat akkor nekem át kell majd magyarra fordítani. De amúgy nagyon köszönöm a kedvességeiteket, mert nagyon emberi és kedvesek vagytok így velem. Ennek nagyon hálás vagyok, mert tényleg én 30 éve alig beszéltem magyarul. Tehát, hogy néha-néha minden két hónapban hazaszólok a családnak, és tudod, az ilyen konyhanyelv. De jön vissza, hála Istennek. És az a lényeg ebben a prezentációban, az egy ilyen másfél-két órás angol prezentáció, hogy az elmének a tartományait jellemzem. Tudod, hogy mondtam, legfelül van az a amit látunk, amire büszkék vagyunk, alatta van, akkor ez a nagyon szomorú, ez a depis, ez a mártír tartomány, alatta van az az őrjöngő tartomány, ez alatt van egy úgynevezett, amit úgy hívjuk, hogy a core, tehát a fő árnyoldalak, és akkor ezek adják, ez olyan mindegy ilyen, mindegy a gyöker a dolgoknak, az alatt van a DNS, árnyoldalak, az alatt van akkor még a lelki szintű árnyoldalak, és ez mindegyik, ugye mivel nagyon lent van, fűti a fölötte lévő rétegeket, és
minél jobban ismered magad, minél jobban ismered az elmét, minél jobban ismered ezeket a megjelenési formákat, annál inkább láthatod, hogy megoldasz egy réteget, de alatta még ott van egy másik. Akkor megoldod, az alatta van még egy másik. És így tovább. És mikor teljesen lementél az aljára, akkor eltűnik. És ez frusztráló. Frusztráló, mert fárasztó, de muszáj. Tehát most két választás van, hogy az ember, tudod, elhagyja magát, és akkor azt mondja, hogy én ezt nem csinálom, és akkor csak fáj, és jár az orvoshoz, és az egész élet erről szól, vagy azt mondod, hogy oké, felgyűröm az ujjam, és elkezdem a munkát, és elengedem ezt, és tudom, hogy jön a következő. Ez a, tudom, mind a tavaszi nagy takarítás, az lépésről lépésre. És van még egy olyan, szerintem ez fontos tudni. Vannak olyan bizonyos testrészek, ahol ezek az univerzális üzenetek megjelennek. Nekem például az emésztőrendszeremben volt. Nagyon fájdalmas volt, mikor Bostonban laktam, még 2000-ben, az még az agyvérzés előtt volt. Voltak olyan fájdalmai, hogy éjjel 2 órakor a földön, mindegy, így össze voltam kuporodva, mert nem tudtam mit kezdeni magammal, annyira fájt. Ebben az esetben, például amit most már tudok, akkor nem tudtam. Mivel én 2010-ben kezdtem ezt, és persze az előtte lévő bölcsességek, meg élettapasztalatok, az mind kell, de nekem például az emésztési gondok az volt, hogy ez az elvarratlan, sötét, árnyoldal világ, ahol én, amit mondtam, ilyen millió dolgot fedeztem fel, megtanultam, szisztematizáltam, az volt. És ahogy dolgoztam magamon, elengedtem valamit, megoldottam valamit, vagy integráltam, akkor jobb lett. Jobb lett egy pár napig, jobb lett egy hétig, jobb lett egy hónapig, sokszor 6 hónapig, és egyszer csak visszajött. És ezt én megtanultam az egyik mentoromtól, hogy az egy ilyen üzenőfal. Ez nem visszajött, hanem a következő réteg mutatkozott meg. Csak sajnos vannak olyan testrészek, mint nekem az emésztőrendszerem, hogy az az üzenőfal. És most már tudom azt, mikor valami ott mutatkozik, hogy jön egy üzenet, mi az üzenet. És amikor ezeket tudjuk dekódolni, akkor tudjuk alkalmazni a technikákat, a megoldási technikákat. Jó, tehát hogyha nektek van esetleg olyan, hogy a vállatok fáj, a fejfáj, vagy a hátfáj, vagy ahol valami van olyan ilyen krónikus típusú fájdalom, az valószínűleg egy üzenőfal, amit az univerzum arra használ, hogy próbál neked üzenni, próbál téged nógatni, próbál téged informálni arról, hogy tessék, itt van valami, itt van még valami, az alatt ott lesz majd még valami, és ezért vannak ezek a fájdalmak. Az ego az két oknál, vagy okból csinál nekünk, vagy ad nekünk fájdalmat. Az egyik ok az az, hogy próbál minket büntetni, amikor mi jó úton haladunk, és próbálunk magunkon dolgozni. Ezeken át kell lépni. Ilyenkor tudod, ha beszélni kell hozzám, de kisgyerekhez, na, oké, most meg a fogad, fiam, azt húzzá. Tudod? Aztán, mikor vannak ezek az aljasabb ego, az meg ott kifejezetten rá kell parancsolni mindegy kutyára. Tudom, hogy nem a legjobb hasonló, csak azért mondom, mert az elme az hipnotikus parancsokat fogad el. Angolul ugye ez a stop. Go. Magyarul, tudod, megállsz, állj meg. Ennyi, vége. És amikor az ember ezt meg tudja a saját egójának mondani, akkor megáll egy ideig,
természetesen, csak egy ideig, ez a belső örjöngés. És amikor megáll, akkor tudunk magunkban átmenni ezeken a úgynevezett szimptomákon, fájdalmakon, és megnézni, hogy mi az őrjöngésünknek az oka. Ahogy mondtam, 5%-át, 10%-át mi le tudjuk tölteni ennek. Meg tudjuk határozni, hogy mi volt az ok, de a többi 90%-ot meg kell tanulni. Tehát az tényleg az egy nagyon precíz, egy olyan lista, hogy az ember nem hinné. Tehát én is például elkezdtem tanulni a mentorjaimtól, így forogtak a szemeim, mondom, ennyire, igen, ennyire. Jó? Ez a lényeg, hogy bizonyos testrészek üzenőfalak, a fájdalmak azok mindig elvarratlan düh, rohamok, megoldatlan traumákból származnak, és a megoldatlan traumák alatt ott van pedig ez az eszméletlen, sok rétegű, több ezer rétegű bűntudat. És amikor ezeket elengedjük utána, tudod, hogy mondtam, ebben az üres raktáráruházban vagy raktárban, akkor nem lehet fájdalom. Én ezt tudom, mert átmentem, sokkal több volt az én raktár romban, mint amit hittem volna, de mint ahogy mindig mondtam, hogy mindig van kiút, csak tudni kell a metodikákat. Oké? Okay? Szervusztok, további szép napot!